Szeretettel köszöntelek benneteket 2020. évi Diabétesz Világnapon. Hallgassátok szeretettel dr. Tóthány Péter előadását. Nagyon szépen köszönöm a felkérést, és nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki időt és fáradtságot nem kivéve próbál azon dolgozni, hogy a saját gyermeke jobb diabétesz ellátást kaphasson, és nagyon örülök, hogy én ehhez egy picit hozzájárulhatok ezzel az előadással, illetve ezzel a két előadással. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki időt, energiát szán arra, hogy tanuljon annak érdekében, hogy a diabéteszes gyerekek jobb ellátást kapjanak otthon. A második része az előadásnak a nagyobb gyerekekről, a kamaszokról, serdülőkről szól, ami tudjuk, hogy egy nagyon nehéz időszak, tehát a diabétesz soha nem jön jókor, de mindenkor jó, a kamaszkor is jó, nagyon szép. Serdülők, 12-18 éves életkorról fogok beszélni. Ugye általában 18 éves korig járnak gyerekgondozásba a diabéteszesek. Ez azért nem egészen igaz, tehát arra fölhívom a figyelmet, hogy vannak 18 évnél idősebb gondozottjaink, hiszen az érettségit általában meg szoktuk várni. Ha valaki valami miatt még egy picit tovább tanul, előfordul, még egy évig marad. Ezeket a képeket azért hoztam, mert ezek ugye láthatólag közösségi képek. Tehát ezek a gyerekek, az nagyon jellemző, hogy a családtól elszakadva egyre többet szeretnek úgy együtt lenni, hogy felnőtt felügyelet nélkül, bár a bal felső sarokban, meg az alsó képen is van egy-egy felnőtt is a képen, de ezek olyan közösségi együttlétek, táborok, amit a Sportos Cukorbetegekért Egyesület korábban nekem is volt velük alkalmam megélni, és arra mutatott rá, hogy a kamaszok nagyon jó fejek, nagyon jó velük dolgozni, és nagyon sok szépsége van ennek a kornak is, bár tudjuk, hogy sokkal nehezebb, mint sok máskor. Ezt a képet már egy korábbi előadásomban is mutattam, ha valaki találkozott vele, ne lepődjön meg, ugye egy kamasz szobája sokszor így néz ki, ételmaradékok, szétdobált ruhák, iskolatáska, sportszerek, szinte reménytelen rendet tartani, akkor József Attila Altató című verse jutott eszembe, ami ugye úgy szól, hogy alszik a széken a kabát, szunnyadozik a szakadás, máma már nem hasad tovább, aludjál szépen kis Balázs, és ugye a második, vagy nem tudom hányadik vers a harmadik sorában az jön, hogy a jó cukor is aluszik, mint hogyha József Attila is megsejtette volna azt, hogy nem csak a kamaszoknál nem csak minden szerte szét van, és minden nyugton van, nem szeretik a piszkálják, de bizony a jó cukor is ezekben az években alszik. Sok előadásban találkozhattak ezzel az ábrával, de egy picit még egyszer beszéljünk róla. Ez azért nagyon izgalmas, mert ez egy nagyon nagy meglepetés volt egy 2019-ben megjelent fontos közleményből. Azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban van egy nagyon nagy adatbázis, ahol a cukorbeteg adatokat viszik be, és összehasonlították a 2016-18 és az előtte lévő évek hemoglobin A1C eredményeit, és látszik, hogy itt nem csak gyerekekről van szó, mert néhány éves kortól egészen 80 éves korig eredményeket közölnek, és látjuk, hogy az egyik időszakban ugye a kamaszoknál 10 és 20 év között itt mind a két görbén, a narancssárgán és a kéken is van egy nagy csúcs, hogy aztán a felnőtt korban javuljanak az eredmények, de látjuk, hogy a kék görbe az sokkal-sokkal rosszabb, mint a narancssárga. Mindenki azt gondolná, hogy lám-lám, 16-18 között már megjelent a szenzor, egyre több a pumpásbeteg, biztos ennek hatására javult a görbe, és ennek hatására lett a narancssárga alacsonyabb eredményű, mint a kék, és nem, a kék a későbbi időszak. Tehát ahogy megjelent a technika, a technológia, úgy nem, hogy javultak volna az eredmények, hanem az átlagos hemoglobin A1C éppen a kamaszkorban, a kamaszkor közepén, végén majdnem 1%-kal rosszabb lett. Döbbenetes eredmény, tehát, és azt gondolnám, hogy pessimizmusra is okot adhatna, olyan értelemben, hogy úgy látszik, hiába látjuk el a kamasz gyerekeinket, szenzorral, pumpával, hiába próbálunk mindent megtenni, csak egyre rosszabb lesz. Nem erről van szó. Szeretném önöket megnyugtatni, és szeretném önöket továbbra is bizalomra bírni a kamaszaink iránt.
Tehát ezek amerikai adatok. Európára nem ez az igaz, és Magyarországra még kevésbé ez az igaz. Miért ilyen rosszak ezek az adatok? Valószínűleg azért, mert hogyha valaki egy kamasz egy technológiát a kezébe kap, és nincs mögötte megfelelő kontroll, és ő azt észleli, vagy azt gondolja, hogy mostantól kezdve bármit meg lehet tenni, lehet lazázni, akkor romlani fognak az eredmények. Tehát a diabétesz gondozás központi eleme továbbra is az, hogy van egy szabályrendszer, amit be kell tartani, és a pumpa mellett is be kell tartani, és ebben bizony nagyon sokat segít a hagyományosan konzervatív magyar gondozási szokás, akár diétába, akár inzulin kezelésbe, stb. Tehát, bocsánat, de azt kell, hogy mondjam, hogy szigorra van szükség, ami a kamaszoknál nehezen érvényesül, de nálunk még mindig jobban úgy látszik, mint az Egyesült Államokban. Jó, próbálok azért ezek után egy kis reményt is fölvillantani. Mi a jellemző a serdülőkorra, ugye ez a felnőtté válás kritikus időszaka, és akkor a jobb oldali részen pedig látjuk, hogy a diabétesz is felnőtté válik. A kamasz próbál függetlenedni, és a diabétesz ellátásból is próbál függetlenedni, önmagát csinál minden, és nem csak a saját fejemnek utána megy, hanem önfejű is, tehát nem akar hallgatni ránk, ez a baj. Ilyenkor alakul ki a kamasz egyénisége, és ilyenkor alakul ki a diabéteszének is egy egyéni arculata. Tehát, hogy ő hogy fog hozzáállni. És nagyon-nagyon lényeges, ne felejtsük el, hogy a kamaszban ki kell alakítanunk ilyenkor, segítenünk kell azt, hogy felelősséget vállaljon a tetteiért. A diabéteszben ez hogy nyilvánul meg? Úgy, hogy az, amit elront a diabéteszben most, az a későbbi életére hatással lesz. Van egy olyan, hogy diabéteszes memória, vagy glikémiás memória, rosszul mondtam. Tehát a glikémiás memória azt jelenti, hogy a korábbi évek elrontott cukor eredményei és hatással lesznek a későbbi életkorra. Tehát a diabéteszes jövőért való felelősség, ezt tudatosítani kell bennük. Erről korábban nem nagyon beszéltünk, már hogy a korábbi években, a kamaszkorban ezt elő kell venni és tudatosítani. Összességében azt gondolom, hogy a kamaszt gondozni az a legnagyobb kihívás, én mégis talán ezt szeretem a legjobban. Ugye a serdülés hat az anyagcsere egyensúlyra, hogy fogjuk látni, hogy hogyan növekedés hormonok. A diabétesz is hat a serdülőkorra, hiszen próbál szabad lenni, és közben pont egy szigorú szabályrendszer áll a diabétesz hátterében. Másnak érzi magát, sokszor a kirekesztettséghez vezet. A diabétesz tehát egy szigorú szabályrendszer, a kamaszkor ennek az ellentéte. Próbáljuk fölrúgni a szabályokat, próbáljuk átértékelni a szabályokat. Az, amit a szülő mond, az valószínűleg nem mind igaz, az nem mindig hiteles. Nagyon-nagyon fontos, hogy a diabétesszel kapcsolatos szabályokat máshogy tanítsuk meg értékelni. Tehát a diabéteszes szabályokat nem a szülő mondja, nem az orvos találja ki. Ez természetrendje. Nagyon fontos kimondani azt, és a serdülőnek is mondjuk meg, hogy lázadni nem csak lehet, de kell is. Tehát valóban úgy lesz önálló, úgy fog a függetlensége nőni, hogyha kialakítja a saját véleményét mindenről. És vannak dolgok, ami ellen jó is lázadni. De nem ide tartozik a diabétesz szabályrendszere. Nagyon-nagyon lényeges. Tehát ezt próbálják önök szülőként megjegyezni, és képviselni a gyerekek felé. Tehát a gyerek önök ellen, és ahogy ellenem is a kamasz gyerekem lázad, sok mindenben a véleményemmel nem ért egyet. De a diabéteszről úgy beszéljünk, hogy ez nem ide tartozik. Az nem tőlünk függ. Tehát üzenem önöknek, hogy a ruha, a zene, a barátok hatása múlandó, de a vércukor, ha elrontjuk ebbe a korba, az sajnos nyomot hagy, és a vércukorral kapcsolatos viselkedés, attitűd is, a rossz, az a felnőtt kort nagyon rosszul meghatározhatja. Én már nem fogom ezeket a gyerekeket akkor ismerni, önök fogják ismerni, és nagyon fogjuk a fejünket fogni, hogyha nem sikerült jól hatnunk rájuk. Nehéz feladat, tudom. Kérem, hogy próbáljuk ebbe ügyesen együttműködni. Miért romlik ezeknek a gyerekeknek az anyagcsere státusza? A jobb oldalt alul van egy úgynevezett növekedési görbe, ami halványan az látszik, hogy itt az életévek, ahogy haladnak előre, ugye itt az van, hogy hány centit nő egy évben. Az első 2-3 évben egy elég magas értéket látunk, ami aztán lelassul, és a kamaszkorban van egy ilyen hatalmas nagy csúcs, fiúkra, lányokra is jellemző, lányokra.
kicsit előbb jön, tehát egy kamasz évente 8-10 centit simán tud nőni, látjuk ezeket, figyelgetjük, és ebből veszük észre, hogy hoppá, valami elindult. Mi várható az, hogy azok a hormonok, amik ezt elindították, növekedési hormon, a nemi érésért felelős szteroid hormonok, ezek mind meg fogják borítani az anyagcsere egyensúlyt. Tehát nem csak arról van szó, hogy lázad, hanem arról, hogy olyasmi történik a testébe, ami természetesen fölborít egy egyensúlyt. Emellett még ugye azzal, hogy délután edzés van, zenekari próba van, haverokkal találkozunk, stb. Fölborítja a napi rendet, rendszertelenné válnak az étkezések, és zömében azért kevesebb a mozgás. Tehát aki korábban járt edzésre, sajnos sokaknál látom, hogy elhagyják. Lazul a kezelési rend és ellenállásba ütközik, erről már volt szó. Nem ritka sajnos, bocsánat, szerencsére ritka, de előfordul az inzulin kihagyás. Ami lehet hanyagság, felejtés, de lehet provokáció is. Tehát föl akarja hívni magára a figyelmét azzal, hogy baj van, veszélykeresés van a háttérben. Sajnos nagyon-nagyon sok evészavart látunk, ahogy a kisdedeknél a szelektív evésről beszéltünk inkább, itt anorexia, bulimia egyre-egyre több, és gondoljunk bele, hogy egy diabéteses gyereknél, akinél alapvető, hogy az étkezési rend, az étkezési előírások megvalósuljanak egy fix inzulin bevitel mellett, micsoda zavart fog okozni az, hogyha tudatosan nem eszik, vagy hánytatja magát, stb. Nehéz is fölismerni, nagyon sokszor arról ismerjük föl, hogy érthetetlen módon változik az inzulin igény, sokkal kevesebb az inzulin fogyás. Van egy-két ilyen esetünk, nagyon tanulságos és nagyon veszélyes. Új kihívások. A gyors növekedés tehát a hormonális hatások miatt inzulin rezisztenciát vált ki. Ez nem az az inzulin rezisztencia, figyeljünk, amiről nagyon sokat beszélnek nők betegsége. Itt bárkinek lehet, és ez ebben az időszakra jellemző, nem tud jól hatni az inzulin, ezért többet kell adni. Jó? Azt is észrevehetjük sokszor, hogy még mielőtt a serdülés jelei megjelennek, már nagyon megnő az inzulin igény. Korábban ugye alig kellett hozzányúlni az inzulinhoz a gondozóorvoshoz, de volt néhány nyugodt év, mondjuk olyan 8-12 éves kor között, és aztán egyszer csak hirtelen ez az 1 kg testsúlyra számított 0,6-0,8 egység inzulin igény fölmegy egyre, ugye egy 20-40% emelkedés, vagy akár 1,2-1,5-re is, tehát nagyon-nagyon magas inzulin igény is lehet, aminek, hogyha nagyon tényleg feltűnően magas, akkor a hátterében azért azt is kell keresni, hogy nem csak a serdülés okozza, hanem esetleg ez a gyerek sokkal-sokkal többet eszik, mint amit mi javaslunk. Tehát a súlyfejlődésre figyel. Ami még nagyon lényeges, hogy azért a lányoknál 16, fiúknál is 17-18 évesen ez a gyors növekedés és a serdülés leáll, elég hirtelen leáll. És mi történik akkor, hogyha ugyanígy ennyi inzulint hagyunk rájuk, ugye akkor már nincs ez a nagy hormonális hatás, ami az inzulin hatását gyengíti. Tehát akkor fontos visszavenni az inzulin adagokat, mert mi történik, ha nem veszük vissza? Megmarad a magas inzulin adag, hipózik, eszik rá, stb. Felnőttkori elhízásnak lehet az oka. Tehát ez a gondozóorvos nagyon komoly felelőssége, nem az önöké, hogy vegyük észre, amikor már nem kell olyan nagyon sok. A kamaszkorban tudjuk, hogy ezek a gyerekek, és főleg a fiúk, kieszik a spenzót. Tehát hihetetlen mennyiséget tudnak elfogyasztani. Teljesen élettani jelenség az, hogy magasabb szénhidrát bevitelt igényelnek. Ha hozzám még sportolnak, akkor tényleg egész extrém dolgok lehetnek. A fontos, hogy ott húzzuk meg a szénhidrát bevitelt, ahol ez a gyereknek normálisan a szükséglete. A lányok hajlamosak súlytöbletet felhalmozni, tehát hogyha egy kamaszlány azzal jön, hogy ő enne többet, és mondjuk azt látom, hogy a súlya egy picit gyorsabban halmozódik, akkor kell tudni igen, vagy nemet mondani erre, bocsánat. Ha egy fiú ezzel jön, igazságtalan az élet, sokkal bátrabban merem azt mondani, hogy egyen többet, mert tényleg, tényleg nagyon-nagyon magas az energiaigényük,
és nem nagyon szoktak annyira elhívni. Nagyon fontos, hogy ha nagyon megszorítom, tehát egy kamasz fiú, aki mondjuk sportol is, és maradok annál a 180 g szénhidrátnál, ami 13 évesen is fogyasztott sportolóként, akkor bizony nem fogja betartani a szabályokat, és hogyha hamisít, hogyha többet teszik állandóan, mint amit kell, az megint a diabétesz arculatának a torzulását okozza. Miről van szó? Tehát, hogy a diabétesben nem mondhatom meg, hogy ténylegesen megint ezek, tehát nem lehetek őszinte. Lehessen őszinte, merjen kérni többet, és mi merjük azt mondani, hogy persze, kapasz többet, mert nem fogsz megkérni. Ezeknél a gyerekeknél, ahogy mondtam, ki kell, hogy alakuljon egy felelősségérzet, nem csak általában azzal kapcsolatban, amit tesznek, és a következményeivel kapcsolatban, hanem a diabétesszel kapcsolatban, és itt volt az, hogy a felnőtt korukra előre tudjanak egy kicsit gondolni. Tehát távolabbi perspektívában ilyenkor meg kell tanulni gondolkozni. Én az ambulancián ténylegesen szoktam erről velük beszélgetni, hogy mik a tervei, és hogy illeszkedik ebbe a diabétesz, és hogy illeszkedik az, ahogy a diabéteszével most foglalkozik, ahogy ezt elhanyagolja. És ez bizony elgondolkodtatja őket. Tehát természetesen is kezd kialakulni egy felelősségérzet bennük, de hogyha mi erre nem hívjuk fel a figyelmet, akkor nem kötődik össze azzal, hogy a diabétesszel való bánásmód ez mennyire meghatározza a jövőt. Azt figyeltem meg, nem tudom, hogy a pszichológusok ezt megerősítenék, vagy nem, hogy a lányok sokkal inkább tudnak előre gondolkozni ebbe az életkorba, a fiúk azok inkább leragadnak a mai problémákra. Ha mégis valamivel meg kell őket fogni, akkor egy kicsit arról jó beszélgetni velük, hogy milyen pályát szeretnének csinálni, és hogyha mondjuk így folytatják a diabétesz kezelésüket, akkor erre milyen esélyük van, milyen karrier álmaik lehetnek, hogyha mondjuk ennyire rossz az anyagcsere, egyensúly és mondjuk szövődményekre számíthatnak. Ezen is el tudnak gondolkodni. A lányoknál néhány éve azt gondoltam, hogy a családtervezéssel lehet őket nagyon jól motiválni. Ma egy picit talán szkeptikusabb vagyok ezzel. Ha rákérdezek, hogy szeretnének egy gyerek, hány gyereket, stb. Mint, sajnos elég sokszor kapok olyan választ, hogy nem tudja meg, nem nagyon izgatja, tehát a lányok is ebbe az irányba mozdulnak, hogy meglátjuk, hogy ma mi lesz azt, hogy 10 év múlva hol fogok tartani, még erről ne nagyon beszélgessünk, de van, akik bizony meg lehet azzal a komolyabbakat fogni, hogy igenis, az, hogyha most nagyon rossz eredményei vannak, a leendő magzatára, a leendő gyerekére is veszélyt jelent. Oda kell figyelni. Elgondolkodnak szintén rajta. Jogosítvány. Hát ezt mondhatni, hogy ez egy hosszú távú cél lehet, és ezzel mondjuk lehet tényleg felelős gondolkodásra bírni őket, de nem, ez általában egy rövid távú cél, tehát azzal jönnek, hogy hoppá, holnap indul a tanfolyam, és kellene egy engedély hozzá. Ezzel sajnos tényleg egy kicsit sokban lehet őket tartani, bár én úgy tudom, hogy nem kötelező a mi véleményünket erről kikérni, mégis sokaknak a házi orvosa kéri, és bizony, aki sokat hipózik, annak nem adjuk meg az engedélyét, akinek rendszeresen van ketoacidul, és nem adjuk meg, és utána egy picit hajlandók ezen javítani, változtatni. Ezt a bizonyos glikémiás memóriát ezt tudatosítani kell. Ugye nagyon új kihívások jelentkeznek, tudjuk, hogy nagyon sok gyerek dohányzik, tudjuk, hogy nagyon sok kamasz, és Magyarországon különösen sok rendszeres alkoholfogyasztó. Én erre szoktam megint rákérdezni, vagy nem őszinték a gyerekek, vagy azért a diabétesz némi védettséget jelent olyan értelemben, hogy ezekre a gyerekekre, amióta diabéteszesek, azóta jobban odafigyelnek, önök jobban, kicsit védettebb környezetben nőnek föl. Tehát nem nagyon sok a gondozottaim között, aki dohányzik, aki alkoholt, drogot fogyaszt, vagy hát mondom, az is egy lehetséges válasz erre, hogy nem őszintén osztják meg ezt az információt velem. A párkapcsolat, szexualitás, fogamzás, gátlás kérdésébe nem mennék bele, ez egy egész külön előadást megérne, és nem is érzem magam szakértőnek ebben. A párkapcsolattal kapcsolatban talán csak annyit, és ez a későbbiekben még föl fog bukkanni, hogy erről érdemes beszélgetni, mert a kamaszok nagyon
jól veszik, hogyha ha mi érdeklődünk az élő életük iránt, bár azt játsszák folyton, hogy nem szeretnék, hogyha ebbe belefolynánk. De nem is gondolnak arra, hogy a barátnőjük, barátjuk bármi szerepet játszhatna a diabéteszben. Nagyon érdekes lehet fölhívni a figyelmet arra, hogy gyere el velük. Nyilván lehet azt, hogy most már nem anyával jársz, hanem gyere el vele, és ismerje meg az életednek ezt a részét, beszélgessen róla, és ő is figyeljen rád. Nekem is megnyugvást jelent, neki is. Jó pár ilyen kamasz van, tehát ezt szeretik általában. Ugye az alvás hiánya, felborult napirend, nem nagyon fogok tudni gondozóorvosként semmit kezdeni ezzel. Az alkoholfogyasztásról, amint egy kicsit a gyanúja fölmerül, akkor nagyon fontos azért beszélni, nem azért, mert fogok tudni ezen a szokáson változtatni, de fölhívni arra a figyelmet, hogy melyik típusú alkohol hogyan módosítja a vércukrot. Ajánlani olyat, ahol ennek utána tud olvasni, ahol erről hallhat, de azokat az alapinformációkat, hogy maga az alkohol csökkenti a vércukrot, és bizony, hogyha nem eszik hozzá, mert akár egy kis emlékezett kiesést is okoz, akkor nagyon-nagyon csúnya hipót, életveszélyes hipót tud okozni. Ez nagyon lényeges. Fölhívni a figyelmet arra, hogy számos alkoholfajtában, így az édeslikőrökben és a sörben ugye elég sok szénhidrát van, tehát akár ellentétes hatása is lehet, vagy akár egy alkohol okozta részegségben, hogy az esti inzulin beadása kimarad, akkor ez bizony ketoacidózis veszélyt jelent. Tehát az alkohol gyakorlatilag a diabétesszel kapcsolatos akut problémák bármelyikét előidézheti. A dohányzásnál sajnos a szülői példa nagyon-nagyon lényeges. Tehát hiába várom én el egy kamasztól egy szabályrendszer betartását, arra hivatkozva, hogy hosszú távon felelősséggel tartozik a saját életéért, hogyha a szülő dohányzik, akkor ezek falra hány szavak. Tehát ezzel semmit sem tudok elérni. Nagyon-nagyon jó lehet, hogyha a szülői példaként a szülő változtat az életmódján. Ez kisdedkorban ugye a diétás változtatások, a család diétás szokásainak a racionalizálása, javítása, ilyenkor pedig a dohányzásról való leszokás. Drogfogyasztás. Nyilván ez is egyre inkább terjed. Nem nagyon találkoztam a gondozottaink körébe ismert esettel, nem biztos, hogy van. A távoli iskola problémája az azért szerepel itt, mert nyilván nem ez a típusú kihívás, tehát nem az egészségkárosításról, veszélykeresésről van szó, hanem csak arról, hogy az egész napi rendet, akkor, amikor általános iskolából gimnáziumban megy a gyerek, érdemes újra gondolni. Hiszen amikor reggel mondjuk 10 perc alatt beért az általános iskolába, és volt ideje otthon megreggelizni, de mondjuk most 3-4 órával korábban kell indulnia, mert egy órányira van az iskola, akkor, hogyha erről nem beszélünk, akkor ő nem fog rákérdezni, és nem fog megoldást keresni, hogy bocsánat, akkor mikor vegyem be a reggeli inzulint, mikor egyek. Ezt a szülővel szívesen minden egyedi esetben átveszi, tervezgetjük, de mi hozzuk szóba, hogyha a szülő nem hozza szóba. Tehát mindenről megfelelő időben beszél. Itt áll az, hogy állandó munkatársunk a pszichológus. Ez alapvető nemzetközi elvárás egy diabétesz központban, hogy legyen pszichológus, mert a diabéteszel együtt élni, az nagyon fölborogatja a gyerek életét, legfőképpen a kamaszkorban. Nagyon fölborogatja a család életét. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk néhány éve, hogy állandóan rendelkezésünk áll pszichológusi segítség, minden újonnan diagnosztizált családdal leül pszichológusunk, és felderíti, vagy megpróbálja földeríteni a pszichoszociális problémákat a háttérben, a családi struktúrát, ami nehezítheti vagy könnyítheti a diabétesz ellátást. Ha gond van, akkor lehet hozzáfordulni. Tehát önöket arra biztatom, főleg, hogyha hozzánk járnak, hogy kérjenek segítséget, de más központokban is úgy tudom, hogy van elérhető pszichológus, ha nem is mindenhol, de egyre több helyen. Így korábban ugye az volt a velünk való találkozás a gyereknél a központban, hogy ő feleljen meg a szülőnek, ez nagyon sokszor oda vezetett, hogy őszintétlen volt. Tehát a gyerek azt képviselte, hogy a szülőnek gyakorlatilag sikere legyen előttünk.
A szülői kapcsolatok lazulnak, tehát igazából ő fogja, a gyerek, a kamasz fogja maga képviselni az érdekeit. Nagyon szeretem azt, hogy a 15-16 éves kortól egyedül jönnek, sokkal őszintébben tudnak beszélni. Ne próbáljanak meg ragaszkodni azt, hogy önök is ott legyenek. Átmeneti megoldásként azt tudom javasolni, és ezt sokan használják is, hogy a szülővel jön a gyerek, hiszen autóval elhozza, de a szülő a folyosón ülve marad. Megkérdezem, hogy be akar jönni, vagy nem, és hogyha kell, akkor a végén én behívom őt, és át tudjuk beszélni. Olyan is van, hogy a szülő bejön a gyerekkel, és egy olyan kérdésre kerül sor, ahol én fogom javasolni, hogy a szülő menjen ki, és kint várakozzon egy kicsit a folyosón. Nagyon-nagyon sokat segít. A gyerek önállósodásába, függetlenedésébe, ő maga képviselhesse az érdekeit. Jó, tehát nem csak arról van szó, hogy én többet megtudjak, hanem hogy ő önállóbbnak érezze magát. És ahogy mondtam, a párkapcsolat bevonása az nagyon sokat segít a megértésben a két oldalról. Nagyon sokat találkozunk a kamaszkorban azzal, hogy a naplóban egészen más eredmények vannak, mint amit a gyerekmények. Ez általában egyszer szokott előfordulni, és nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy hogy kezeljük ezt a helyzetet, különösen akkor, hogy a szülő jelenlétében derül ki. Arról már nem is akarok említést tenni szinte, hogy van olyan, amikor a szülő tudtával történik az eredmények meghamisítása, sőt a szülő hamisítja meg az eredményt. Ez azt gondolom, hogy furcsa szülői személyiség. Biztos vagyok benne, hogy nem körébe volt ilyen eset, de találkoztam ilyennel. A kamasz azt szeretné, hogyha őt szeretnék. Nem így viselkedik, nem ezt látjuk, de ez a legmélyebb vágya. Mindennel próbálja magára fölhívni a figyelmet, és próbálja a vércukrokkal is azt bizonyítani, hogy ő jó. Tehát azért ír be a naplóba hamis eredményeket, mert nem szereti, hogyha leszúrjuk állandóan. Lehet, hogy nem tudja, hogy mi ezt látni fogjuk, de tudjuk, hogy a szenzornál most különösen látjuk, a D-kont feltöltések alapján különösen látjuk, tehát, de csak belenézünk a mérőbe és látjuk. Jó, nagyon fontos, hogy a gyereknek azt kifejezzük, hogy tudjuk, hogy miért hamisította meg az értékeket, és ne kezeljük úgy, hogy ez egy rossz gyerek, aki hazudik, hanem ez egy rossz dolog, amit csinált annak érdekében, hogy elismerést kapjon. Nem, itt maga a magas vércukor csak egy dolgot fog okozni, azt, hogy a jövője rosszabb lesz, tehát maga érdekében ilyet nem csinál, és a továbbiakban nem szokta csinálni. Nagyon sokszor hangzik ugye az el, hogy fiam, hogyha vagy lányom, hogyha ezt így csinálok tovább, akkor le fogják vágni a lábadat, megvakulsz, stb. 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 Ezek olyan kifejezések, amik a gyerek számára önmagában túl erősek. Tehát a megvakul meg a levágott láb az egy ilyen definitív állapot, ami nyilván nem így működik, hanem úgy működik, hogy romlik a látása, romlik a végtagkeringése, sokat fáj, stb. Ha nagyon rosszul kezeli évtizedeken keresztül. Tehát, bocsánat, nem az a célom, hogy megijesszem önöket, hanem az, hogy a kommunikációt itt finomítsuk. Szövődmények a gyerekkorban, ha megjelennek is, tünetmentesek. Általában az idegkárosodás, tehát neuropátia jelenik meg, és általában olyan formában, hogy rosszabb lesz a vérkeringés szabályozása, tehát például magasabb lesz a pulzus, olyan formában, hogy rosszabb lesz a gyomor ürülése, tehát például refluxa lesz, stb. Stb. Felnőtt korban nyilván súlyosabb problémákkal, ezekre próbálunk figyelni, szűrjük őket. Ezért csinálunk 24 órás vérnyomás mérést. Ezért küldjük szemészetre is őket, de extrém ritka, hogy szemészeti eltérést találunk, de előfordulhat. Ezért csináljuk a vizelet fehérje vizsgálatokat, mert vesekvárosodás is lehetséges, megint nagyon ritka, de előfordul. Tehát szűrni kell. Nyilván önök segítenek abban, hogy minden vizsgálat megtörténjen, amit mi indokoltnak tartunk, de én meg nagyon fontosnak érzem azt, hogy értsék, hogy miért csináljuk. Tehát nem az van, hogy most itt kamaszkorban valami tünetmentes és ártalmatlan dolog megjelenik, és aztán a következő lépés az, hogy a lábát, szó nincs róla.
Ezek a gyerekek, ezek teljesen jó eséllyel indulnak 2020-ban úgy, hogy teljesen jól, pici tünetekkel végigcsinálják az életüket, ha jól csinálják. Azt viszont fontosnak tartom, az egy lépés, hogy a vesekárosodás eljusson oda, egy veselégtelenség, hogy dialízis kezeléshez fordul valaki. Ez borzasztó, de ezt nem úgy kezelik, mint a levágott láb meg a megvakulás. Kezdünk egy olyat csinálni, hogy akivel nagyon nem boldogulunk, aki úgy tűnik, hogy nagyon nem érti, hogy miért kellene törekedni legalább a jó vércukrokra, azt a klinikán működő gyerekművesele osztályra elvisszük, megmutatjuk, hogy mi ez. Tehát ezek láthatólag jól lévő, ugyanúgy jól lévő betegek, akiknek nem működik egy szerve. De nem sántítanak tőle, meg nem vakon botorkálnak, hanem csak hetente háromszor ott kell tölteniük több órát. És ez azt remélem, és hiszek benne, hogy ez sokkal jobban tudhatni, ez eléggé meg tudja őket rémíteni, ez a kommunikációnak egy kicsit finomabb típusa. Jó, tehát ne fenyegessünk, hanem mutassuk meg a következményeket. Azért is, mert át fognak kerülni előbb-utóbb egy felnőtt diabétesz gondozóba, ahol azzal fognak szembesülni, hogy ott van nagyon sok felnőtt diabéteszes, aki már ezeknek a szövődményeknek számos következményétől szenved. De ezt ők nem feltétlenül tudják, hogy ezek más típusú diabétesszel és oda nem figyelve kerültek ilyen állapotba ezek az emberek. Mikor történjen a felnőtt gondozásba átadás? Erről egy picit szeretnék beszélni, erről egyre több információt próbálunk átadni, és egyre jobban próbálunk odafigyelni. Van egy ilyen angol kifejezés, hogy emerging adulthood, ami azt jelenti, hogy bontakozó felnőttkor. Ez már nem a kamaszkor lázadása, hanem ez az átmeneti időszak, amikor még nem felnőtt, de nem kamasz. Egyre jobban kitolódik a felnőttkor határa, és ez a 18-25 éves életkor, nyilván önök is látják, az otthon maradó 20 évesekkel, a felelősséget nem vállaló 20 évesekkel, hogy egyre kevésbé mernek felnőtté válni a gyerekei. Tehát nyugaton azt javasolják, hogy próbáljuk meg kitolni, és legyenek ilyen ifjúsági konzultációk, ifjúsági diabétesz gondozók, ami Magyarországon sajnos nem gyakorlat. Az átadásnak akkor is struktúráltnak, fokozatosnak és jól előkészítettnek kell lenni. Struktúráltság azt is jelenti, hogy egyrészt a gondozócsapat minden részének részt kéne benne venni, a nővértől a dietetikuson keresztül az orvosig, megfelelő információkat kell átadni, és el kell kezdeni időben erről beszélni, jól elő kell készíteni. Sajnos Magyarországon nem tudom, hogy hol, de általában nem jól működik. Nyugaton is sok helyen inkább rosszul, mint jó. Miket kell figyelembe venni az átadásnál, a felnőtt gondozásba átadásnál? Nyilván a földrajzi szempontokat, tehát hogy ne Debrecenbe járjon a budapesti beteg gondozásra, hiába van ott a legjobb orvos. Tehát azt meg kell kérdezni, hogy például a ceglédi beteg, hogyha Budapestre fog a felső oktatásba járni, mérnöknek tanul, akkor ne ceglédi gondozó orvost kapjon, hanem sokkal jobb egy budapesti, hiszen a napját itt tölti. Szakmai szempontok. Nagyon fontos, hogy olyan helyre adjunk szenzoros, pompás beteget, ahol erre van tudás, vagy olyat, akit remélünk, hogy egyszer eldönti, hogy most ott már szeretne pompát, olyan helyre adjuk, ahol van erre esély. Tehát ne olyan helyre. A felnőtt centrumok többsége nem foglalkozik a technológiával sem. Nagyon lényeges, hogy a lányokat olyan helyre adjuk, ahol jó terhes gondozás is van. Az átadás legyen személyes, tehát mi gyerekgondozók beszéljünk a felnőtt gondozó orvossal személyesen, mondjuk el az adott betegnek a gondjait, és reménykedjünk abba, hogy a felnőtt gondozó orvos ezeket megjegyzi és oda fog figyelni rá. Ezért nekünk nyilván van egy olyan jól ismert felnőtt gondozó orvos csoportunk, akikkel személyes ismerettségben is vagyunk, és akikkel jó szakmai véleménnyel vagyunk, akiket ilyenkor fölhívhatunk, és akinek ajánlhatjuk a beteget. Nyilván azzal mondjuk egy kicsit gondba vagyok már, hogyha valaki Cegléden magad ott kezd el dolgozni, hogy Cegléden felnőtt gondozásba kinek adjam, vagy Egerbe kinek adjam, stb. Tehát ott egy kicsit azért ismeretlenül kell ebbe belevágni, de ilyenkor szoktuk egymást.
más véleményét erről kikérve. Jó, a háttér az azt jelenti, hogy ha átmegy felnőtt gondozásba, ez nem azt jelenti, hogy elvágjuk a köldökzsinat, és holnaptól hozzánk semmi köze nincs, mert a felnőtt gondozással kapcsolatban azok a nemzetközi tapasztalatok, nem tudom, Magyarországon történt-e valami ilyen felmérés, hogy a gyerekek elég jelentős része, a jelentős az egy is jelentős már, elvész a gondozásból, tehát nem megy el. Hiába mondom azt, hogy 3 hónap múlva ott jelentkezem, nem jelentkezik. Az, aki eddig nem törődött a diabéteszével, de a szülői elvitte, felnőtt gondozásra, mikor már rajta múlik, akkor nem biztos, hogy el van. Tehát azt kell mondjuk, hogy mi itt vagyunk, akkor is, ha baj van, a szülő hozzánk fordulhat, mondhatja azt, hogy nem boldogulok, nem megy el a gyerek, stb., akkor segítsünk ebben. Nagyon lényeges, fontos különbségek gyermek és felnőtt gondozás között. Ugye a gyerekek körében ugye 95% egyes típusú, ez Magyarországon körülbelül 4000 beteget jelent, míg a kettes típusban, a felnőtt korban kb. 700 ezer beteg van, és ebből csak 90% az, aki kettes típus, tehát sokszor későn fölismert diabétesz. A gyerekek egészségesek, a felnőttek beteg emberek. Tehát általában túlsúlyosak, magas a vérnyomásuk, magas a koleszterinjük, stb. Sok gonddal küzdődnek. Itt a felelősség a szülőn van, ott már a betegen van. És ez egy lényeges szempont, hogy a gyerekek kontrollja iskola időben történik. A felnőttnél ez már, ha túl van mondjuk járt egyetemre, akkor munkaidőben, vagyis szabadságot jelent. Tehát ez megint rontja azt, hogy valóban elmegy-e a rendelésre. Jó? Mi igyekszünk egy beteg és családközpontú szemléletet megvalósítani a gondozásban, jó? Ott ez abszolút nem érvényesül. Ott önállóság és felelősségvállalás van, nem nagyon érdeklődnek a felől, hogy jár-e sportolni, hogy mi van a barátnőjével, hogy alkohol, ez természetes felnőttkori problémák, amit reméljük, hogy az adott beteget nem érinti. Óriási ugrás ez a felnőttkorban, óriási különbség. Én nem csodálom, hogy néhányan ebben nem akarnak belekóstolni, és elvesznek a gondozás számára. Nyilván nem tudtam mindenre kitérni, én csak arra akartam rávilágítani, hogy valóban a kamaszkor nehéz, de arra is, hogy a kamaszkor szép, és még utolsó lehetőségünk arra, hogy a felnőttkor előtt ezekkel a gyerekekkel olyan ismereteket elsajátítassunk, ami egy tartós, jó anyagcsere egyensúlyt és egy idézőjelben egészséges, hosszú felnőtt életet tesz lehetővé. Nagy a felelősségünk, megint ugyanúgy, ahogy a kicsit miért. A serdülőkorban mi a jó? Az a jó, hogy ők már önállóak, tehát nem kell állandóan figyelnünk rájuk. Kérdőjel azért van ott, mert ez nyilván nem feltétlenül mindenki számára jó, hogy a gyerek önálló, és esetleg a szülőt már úgy zárja ki a kezelésből, hogy a szülő nem szeretne kimaradni belőle, veszélyes. Könnyebb a serdülőkor, mert rugalmasabb a kezelési rendszer, tehát a kétszeri keverék inzulinról már átszoktunk más inzulinra, pumpával, intenzifikált rendszerekkel jobban, könnyebben tudjuk kézbe tartani. Ez valóban egy előnyt jelent a kicsi korral szemben. Viszont nehezebb azért, mert a kamaszok fölrúgják az addig szülőtől származó elfogadott szabályokat, azért, mert romlik a kommunikáció, és a szülő sokszor nem tudja, hogy hogy van a gyereke, és nem hallgat rá. Azért, mert veszélykeresés jellemző ezekre a gyerekekre, és már diabétesz önmagában elég nagy eszély, hát még lehet más is hozzájárul, és a szülő nagyon sokszor eszköztelennek érzi magát ebben a folyamatban. Nem nagyon tudok ezzel kapcsolatban pozitívabbat mondani, mi is sokszor eszköztelenek vagyunk, de remélem, hogy néhány olyan dolgot föl tudtam vetni, amivel egy kicsit közelebb tudunk férkőzni ezekhez a tényleg nagyon szeretetéhes kamaszokhoz, és tudunk egy olyan kapcsolatot kialakítani velük a diabétesz jobb ellátása érdekében is, amivel ők nem ellenséget fognak bennünk látni, nem azt fogják látni, hogy bele akarunk beszélni a diabétesszükbe, hanem azt, hogy felelősen gondolkozunk, és erre próbáljuk őket megtanítani az ő felnőtt korukkal, nagyon küszöbben álló felnőtt korukkal kapcsolatban. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és remélem, hogy kamaszokkal való bánásmódban egy picit tudtam segíteni. Köszönöm szépen, viszontlátásra!